Szia, üdvözöllek nálunk. Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen a meghívást. Elsőként egy nagyon aktuális témáról szeretnének kérdezni, a kormány nemzeti konzultációjáról, amiről láthatjuk, hogy nem túl előremutató, és nem igazán tűnik hasznosnak. Mit gondolsz, hogy mi lehet a háttérben meghúzódó motiváció? Hát szerintem leginkább az, hogy a kormány talán az elmúlt 10 évben először most igazán tanácstalan. Nem tudják, hogy mit kéne tenni, és ahhoz, hogy húzzák az időt, kitalálták ezt a nemzeti konzultációt, hogy megkérdezik a népet. Ami azért is furcsa, mert akár csak az elmúlt egy évben, ha látjuk, hogy milyen kormányzati döntések születtek, és most nem akarok nagyon demagóg lenni, hogy a Mészáros Lőrinc és hasonló vállalkozók feltőkésítése, de bármilyen más ügyben nem nagyon érdekelte őket, hogy mit mondani. Azt mondták, hogy van egy kétharmados felhatalmazás, mi vagyunk a kormány, így döntünk. Hát majd 4 évente az emberek szavaznak. De most, hogy nem a saját vagyonoknak a törvényesítéséről van szó, hanem nagyon súlyos, húsba vágó kérdéseket kell meghozni, most rögtön a kormánya a nép mögé bújik, és azt mondja, hogy hát ez döntsék el az emberek. Én meg azt mondom, hogy az embereket persze meg lehet kérdezni sok dologról. Ilyen borítékolható lesz, hogy mindenki szeretné minél előbb visszakapni a normális életét, de azt is tudjuk, hogy nem az emberek, nem az egyszerű választópolgárok, sőt, még az országgyűlési képviselők nagy része sincs birtokában annak a tudásnak, háttérinformációnak, annak a járványügyi helyzetet érintő elemzéseknek, aminek a kormány egyébként birtokában van. Tehát el kéne dönteni a kormánynak, hogy kíván-e kormányozni, vagy nem, mert most jelenleg azt látjuk, hogy tanástalanság van, időhúzás van, és a felelősségnek az eltolása zajlik. A kormány van kormányzati pozícióban, mindig hivatkoznak a kétharmados többségre, kell tessenek végre elkezdeni kormányozni, és tessenek meghozni azokat a döntéseket, mindent a maga idejében, ami ahhoz szükséges, hogy ezt az országot újra lehessen nyitni a maga idejében. A korlátozások között rengeteg vállalkozó semmilyen segítséget nem kap, és ez hatalmas károkat okoz a gazdaságban. Szerinted visszafordítható még ez a folyamat? Hát, tehát lehet még reparálni? Mikor lesz gazdasági visszapattanás, azt a legnagyobb jósok sem tudják, de mindenféle alakú ábrák vannak. Azt tudjuk, hogy nemzetközi összehasonlításban, és nem kell nagyon messzire menni, csak mondjuk például Ausztriáig, ahol a miniszterelnök rendszeresen hivatkozik, mint a laboratórium, az emberek nagyon nagy többsége, jelentős része kap konkrét pénzügyi segítséget, bérkiegészítés, bérátvállalást, kompenzációt az államtól. Magyarországon ez úgy zajlik, hogy több hónapos késéssel kaptak 50%-ot a vendéglátósok, úgy, hogy egyébként a bérköltségeik, tehát az alkalmazottaik után fizetendő bér és járulék mellett, aki vállalkozott már életében, vagy ismer vállalkozott, az úgy, hogy rengeteg más kiadás van. A kormány meglehetősen szűkmarkúan bánt ezzel a körrel a kis- és középvállalkozásokkal, nyilván nem a saját vállalkozóikkal, mert azon bőkezően. Úgyhogy én pont a mai napon volt egy határozati javaslat, amit benyújtottam az országgyűlésnek, hogy például azért mai napig vannak ilyen aranytojástojó tyúkjai az államnak, mint például a 100%-ban állami tulajdonban lévő szerencsejáték ZRT, amely gond nélkül finanszíroz kormányhoz közel álló szervezeteket, mind a mai napig. Tettem egy javaslatot, hogy ezt az összeget csatornázzuk be, és a 2021-es év végéig ebből segítsük a bevétel és a megrendelés nélkül maradt vállalkozókat. Ez sajnos a Vállalkozásfejlesztési Bizottság 7-3 arányban, 7 kormánypárt és 3 ellenzéki arányban leszavazta. Úgyhogy szemmel látható, hogy nincs valós kormányzati szándék ennek a társadalmi rétegnek a megmentésére, vagy hogy talpon tudjanak maradni. És nem igaz az sem, amit Orbán Viktor mondott a mostani tavaszi parlamenti nyitóülésen, ugye arról beszélt, hogy 2020 végén is ugyanannyian dolgoztak, mint 2019 végén, és hát nincs itt semmi látnivaló, hát nem csökkent a munkanélküliség, a magyar gazdaság az erős, csak közben azt látjuk, ha megnézzük a központi statisztikai hivatal számait, hogy 90 ezer olyan vállalkozó van, aki jelenleg szünetelteti a vállalkozását, mert nincs egyszerűen bevétele, és meredeken nő azoknak a száma. 2021 januári adatokat tudok mondani, amikor összesen 9 olyan járás volt az országban, ahol nem csökkent látványosan a vállalkozásokat szüneteltető vállalkozók száma. És ez nagyon-nagyon nagy gond. Nem lesz gazdasági kilábalás úgy, hogyha ha ezt a csoportot most nem mentjük meg, és nem nyújt segítőkezet a kormány, már pedig nem erre felé haladnak sajnos a dolgok. A vállalkozókhoz hozzátartoznak a művészek is, színészek, zenészek, meg a művészeti szférához tartozó egyéb munkakörök, például világosító, stb. Mindenki a vendéglátósokról beszél, a művészekről senki nem beszél. Ez miért lehet szerinted? Ez
ennek lehet az az oka, hogy Magyarországon még mindig ezt a közbeszédben nem tekintik egy igazi munkának, de igazából azok is munkák, és ők arról aztán tényleg nincsen semmilyen szó, hogy ők bármilyen támogatást kapnak, vagy kapni fognak. Igen, a közbeszédben főleg ugye az étterem, kocsma, kávézó van köztudatban, hiszen egy átlagos ember ezeknek a valamelyikébe szokott betérni rendszeresen, de hát ugyanúgy a művészvilág, a színházak, a mozik, a könnyű zenei élet, a koncertek, a fesztiválok ugyanennek a rabjai vagy a fogjai. És ráadásul egyébként pont a napokban egyeztettem egy ilyen könnyű zenei életben, viszonylag otthonosan mozgó ismerősömmel, aki elmondta azt, hogy az a folyamat, hogy megjelent a hoteleknél, szállodáknál, éttermeknél, hogy kormányhoz közel a vállalkozók jelentek meg, és próbálják meg rátenni a mancsukat a jelenleg áron alul felvásárolható cégekre, ingatlanokra, az megjelent a könnyű zenei életben és a szórakoztató szektorban is. Nem akarok összeesküvés elméleteket szőni, nem is kell, hogyha az egészet egy spontán folyamatként tekintjük, akkor is látszik, hogy a kormány nem igazán, ha szűk hatalmi és gazdasági érdekeit nézzük, nem érdekelt abban, hogy ezt a szektort kisegítse, mert itt most apró pénzért hozzá lehet jutni azokhoz a nagyon-nagyon nagy összegű ingatlanokhoz, cégekhez, amelyeket a válság nélkül kicsit drágábban lehet megszerezni. És sajnos az elmúlt 10-11 év tapasztalata azt mutatja, hogy a kormány ilyen esetben, amikor dönteni kellett a többségi érdek és a saját szűk gazdasági érdekör között, akkor mindig valahogy az utóbbit választották. Most is ennek lehetünk a szemtanúi. Térjünk át egy kicsit a polgári válasz körüli történetekre. Vasárnap tettétek közzé, hogy a polgári válasz mozgalomból párttá alakul. Mi ennek az oka, hogy így döntöttetek, és hány tagotok van? Ugye tavaly december elején mozgalomként alakultuk meg, és akkor azt a vállást tettük, hogy kijöttünk a fényre, országvilág elé tártunk egy alapító nyilatkozatot, amivel lefektettük, hogy milyen értékek képviseletére szerződtünk, és hogy milyen értékek és csoport érdekeknek a képviseletére vállalkozunk, és azt mondtuk, hogy meglátjuk, hogy ennek milyen támogatottsága lesz, vagy hogy milyennek lesz a társadalmi visszhangja, és azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek nagyon jó és pozitív. Az elmúlt hetekben nagyon-nagyon sok megkeresést kaptunk, főleg fiatal és középkorú politikával közéletel aktívan foglalkozó emberektől, de azt kell, hogy mondjam, hogy beindult egy nagyon-nagyon aktív háttérmunka, és én azt látom, hogy most elérkezett annak az ideje, hogy ezt a mozgalmi keretekből kicsit ezt túlnőve vagy előrelépve a párttá alakulást is elindítsuk, úgyhogy a napokba be is fogjuk nyújtani egyébként a bíróságnak a ezzel kapcsolatos párttá alakuláshoz szükséges dokumentumokat. Már csak azért is, mert hogyha idén ősszel azt szeretnénk, hogy a polgári válasz minden egyes választókerületben meg tudja jeleníteni azt a polgári alternatívát, amit fontosnak tartanánk, ahhoz szükség lesz egy pártra is, hiszen szemben az önkormányzati választásokkal, ahol civil szervezetek is állíthatnak jelöltöt, az országgyűlési választáson csak pártok állíthatnak jelöltöt. Tehát ez egyfajta kényszer is. És mert a polgári választ ugye már azzal a kimondott szándékkal alapítottuk, hogy ez több, mint egy párt vagy egy mozgalom, hiszen a magyar emberek, hogyha szabad ilyen pártososan fogalmazni, a magyar emberek szívében és a lelkében szeretnék változást, és ez nem egy 2022-ig tartó vállalás, hanem a polgári Magyarország eszméjének a képviselete és az erős középosztály létrehozása, vagy a középosztály megerősítése nyilván nem egy másfél éves politikai projekt, hanem egy ezen túlmutató társadalmi cél. De ez az első nagyon fontos lépcsőfok, az 2022-ben az lesz, hogy ezt meg tudjuk jeleníteni a politikában is, tudjunk alternatívát nyújtani azoknak a szavazóknak, akik úgy érzik, hogy most sem az Egyesült Ellenzék, sem a NER nem képviseli őket, és igénylik és vágyják azt, hogy legyen egy harmadik utas politikai alternatíva. És a mi vállalásunk az, hogy a polgári válasz lesz az a reményeik szerint az a politikai alternatíva, amely meg tudja szólítani ezeket a szavazókat majd. Indultok az előválasztáson? Az elő, ugye formális döntést majd akkor fogunk hozni, hogyha egyrészt látjuk azt, hogy miről szól az előválasztás, azt már lehet sejteni a nyilatkozatok alapján, de nyilván majd, amikor ezt meghirdetik, akkor le lesz írva, hogy aki az előválasztáson indulnak, mit kell vállalnia. Azok alapján, amit erről sejteni lehet, meg
nyilatkozatokból, folyosói pletykákból, én nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy mi ezen el akarjunk indulni, és azt is megmondom, hogy miért. A jelenleg, amit tudni lehet, az az, hogy az előválasztás nem abba az irányba mutat, hogy minden egyes választókerületben találjuk meg a legalkalmasabb, a legnépszerűbb, leghitelesebb jelölteket, hanem az, hogy a hat nagy párt, vagy a parlamenti pártok a Momentummal kiegészülve, hogyan osztják fel egymás között ugye választókerületekre az országot, hogyan próbálja mindenki a saját politikusainak a túlélését már most az osztozkodás során biztosítani, és nagyjából itt vége is a történetnek. Arról nem beszélve egyébként, hogy itt egy ilyen előválasztáson 1000-2000 szavazat fog eldönteni, vagy fogja eldönteni, hogyha hat párt szándékai szerint, hogy ki legyen a Fidesz fő kihívója, és itt látni kell, hogy a legjobban szervezett ellenzéki pártok, egy legtöbb aktivistát tudják mozgósítani, fognak tudni elvinni 1000-2000 ember, demokratikus koalíció, néhány helyen az országban még a Jobbiknak, MSZP-nek vannak még működő szervezetei, és ez nem fogja mutatni, reprezentálni a valós társadalmi támogatottságát az ellenzéki pártoknak. Ugye itt, ami nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi senkit nem ítélünk el, és nem beszélünk rá arról, hogy akár elinduljon az előválasztáson, vagy részt vegyen az előválasztáson, és támogassa valamik mostani parlamenti ellenzéki pártot. Mi azokat az embereket képviseljük, és azokat szólítjuk meg, akik a jelenlegi körülmények között nem mennének el szavazni, vagy hogyha elmennének szavazni, akkor valamelyik kisebbik rosszra szavaznának, vagy rosszabb esetben a Fideszre szavaznának. Egész egyszerűen azért, mert riasztó az a közös listára összeálló ellenzék, amit most egyre inkább látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és a DK dominálásával megképződött. Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy több százezer ember lesz van most is, és lesz majd a szavazás napján is, akik a dönteniük kell, hogy Orbán Viktor vagy a Gyurcsány Ferenc által dominált ellenzék között kell választani, és ez sajnos ez a meccs eldőlt, hogy ezt a térfelet ugye ő dominálja, akkor nem fog elmenni, a Fideszre szavaz. Szerintem az ellenzéknek is az az érdeke, hogy legyen olyan hiteles politikai szervezet, amely meg tudja szólítani ezeket az embereket, akkor is, hogy a szervezetek nem működik együtt. Mert én a saját nevemben azt tudom mondani, de ugye ez a polgári válasznak is az alapvetése, hogy azokkal a politikusokkal és pártokkal, akik így vagy úgy, de részt vettek az elmúlt 30 évben Magyarország kormányzásában, és felelősség, elég súlyos felelősség terheli őket, hogy ide jutott ez az ország, azokkal nem szeretnék, nem kívánom közösködni, és sajnos érinti a Fidesz mellett több más ellenzéki pártot is, akik részei ennek a összefogásnak. Ha lenne miniszterelnök jelöltje a polgári válasznak, ki lenne az te? Nincs miniszterelnök jelöltünk. Amikor ezt a kérdést egyszer megkaptam, akkor azt hiszem úgy fogalmaztam, és ezt tudom most is elmondani, hogy itt a személyes ambíciók mellett a fontos a realitásokkal is számot vetni. Tehát nyilván hosszú idő vezet még 2022-ig, de nem gondolom azt, hogy realitása lenne annak, hogy a polgári válasz adja Magyarország következő miniszterelnökét. Azt viszont gondolom, hogy nyilván országgyűlési képviselőként nekem is, illetve Schneider Tamás képviselőtársamnak is, aki ugye most csatlakozott múlt héten a mozgalomhoz, nyilvánvalóan fő felelősségünk van abban, hogy meg is jelenítsük a törvényhozási munka, meg a parlamenti munka során azt, hogy milyen értékek képviseletére, milyen program alapján kérjük a választók támogatását, mert lehet diktátorozni, meg lehet krumplit lóbálni, meg táblákat mutogatni, meg nagyon ötletes parlamenti performanszokat csinálni. Én azt gondolom, hogy azokat az embereket, akik most ez a fajta stílus távol tart a politikától, ők, akik a bizonytalanok vagy a párt nélkülek népes táborát gyarapítják, azokat ezek a performanszok inkább riasztják, hogy elbizonytalanítják. Ha nem tud az ellenzék életképes, átélhető vízióval és normális, konkrét programmal szolgálni, hogy mihez akar kezdeni ezzel az országgal 2022-től, mert az nagyon kevés, hogy nem fogunk lopni, meg nem lesz diktatúra, ezt az emberek vagy elhiszik, vagy nem a elmúlt 30 év alapján, ez nagyon kevés. Én arra törekszem a képviselői munkám során, és azok a képviselők, akik csatlakoztak a polgári válaszhoz, most ugye megyei képviselőkkel is gyarapodtunk, önkormányzati képviselőkkel, és még lesznek bejelentések a közeljövőben, meg vannak jelentkezések és érdeklődés.
mi ezt a munkát próbáljuk a saját területünkön, önkormányzati szinten, megyei szinten és országgyűlési szinten is megvalósítani, és nem bianco csekket kérünk az emberektől, hanem azt mondjuk, hogy ezt a munkát szeretnénk folytatni már nagyobb felhatalmazásra és parlamenti frakcióként remélhetőleg. Jó, hogy említetted Schneider Tamást, aki ugye múlt héten csatlakozott a polgári válaszhoz. Ő egy egykori radikális, jobboldali politikus. Szerinted hogyan hat a polgári válasz hitelességére az, hogy ő csatlakozott hozzátok, és mik a visszajelzések ezzel kapcsolatban? Abszolút pozitív a visszajelzés minden irányban. Negatívat nem is nagyon, egy-két Facebook kommentet leszámítva nem is nagyon kaptuk. Azt látnék, hogy Schneider Tamás volt az egyik fő arca, és nem csak az arca, hanem a párt elnöke is, amikor ugye Vona Gábor távozása, lemondása után ugye a Jobbikot helyét meg kellett szilárdítani egy alapvetően jobb-közép néppárti pozícióban, és a Jobbik egészen addig maradt jobb-közép néppárti párt, amíg Schneider Tamás volt ennek a pártnak az elnöke, mióta nem Schneider Tamás ennek a pártnak az elnöke, azóta egészen más irányba ment ugye a Jobbik is, és Schneider Tamásnak nagyon nagy tisztelete és elismerése van. Ő nem csak az egykori nemzeti radikális rajongók körében, hanem az egykori Jobbik néppárti Jobbiknak a derék hadában, vagy az egykori táborában is. Azt látni kell, hogy Tamás nagyon-nagyon komoly munkát tett az elmúlt 10 évben a Szociális Bizottságnak az elnökeként is, illetve a parlamenti képviselőként olyan ügyekben és olyan témákban, amelyek nagyon-nagyon-nagyon mostoha területként vannak most kezelve, a nyugdíjas honfitársaiknak a helyzete, szociális ellátórendszer, a vidéken élő embereknek a napi szintű problémái. Ebben a Tamásnál hitelesebb országgyűlési képviselőt én nem is nagyon tudnék most fejből mondani. Lehet, hogy vannak, nekem nem jut eszembe az országgyűlésben, vagy kevesebb vannak. Ezt a munkát nagyon nagy erőbedobással végezte, és nagyon számítunk az ő tapasztalatára, nem csak a szakpolitikai téren, hanem az egykori párt vezetőjeként megszerzett szervezet irányítási, hálózatépítési, vezetési tapasztalataira is. Te, mint egykori Jobbikos pártag, mit gondolsz az ellenzéki összefogásról? Mit gondolsz arról, hogy a Jobbik a baloldallal szövetkezik? Azt részbeszélte megválaszoltam, hogy miért nem szeretnénk az előválasztásban, miért óckodunk, illetve nem, jelen állás szerint nem szeretnénk az előválasztásban részt venni, hogyha minden így marad. Azt látjuk, hogy a politikai jobboldalon, bár én a kormányt nem tartom jobboldali pártnak, több okból kifolyólag sem, tehát szerintem polgárinak meg aztán abszolút nem tartom őket, tehát mindenféle hitelességüket, hitelességüket, ami volt, eljátszották. A baloldali ellenzéki pártok közül pedig senki nem lépett fel azzal az igényel, hogy igazából politikai értelemben vett jobboldali értékeket, vagy polgári értékeket képviseljen. A Jobbiknak volt egy ilyen történelmi lehetősége a néppártosodás után, de azt látjuk, hogy a pártnak a retorikája, témaválasztása, működése az nem hogy egy baloldali, hanem egy hardcore baloldali. A baloldalibbnál és baloldali irányba nem hogy tolódott. Hát biztos, hogy vannak nagyon sokan jobbikos szavazók, akik jobboldali identitással rendelkeznek, meg gondolom, hogy a párt képviselő közül is, de hogyha az ember belekapcsol egy random hétfő délután a parlamenti közvetítésbe, nem, ha le lenne takarva a felszoknak a nevei, és nem látná, hogy ki a név meg a párt, csak a szöveget látná leírva, nem tudna megkülönböztetni egymástól egy Szabó Tíma felszólást, egy Jakab Péterétől, vagy egy Tordai Bencét, MSZP-s politikust akartam mondani, egy Tóth Bertalantól. Semmilyen, tehát hiába próbálja az ellenzék színesnek és sokszínűnek beállítani magát, ez valamilyen nagyon is egy egyszínű, egysikú ellenzék, amivel egyébként nincsen baj, tehát vannak két polusú rendszerek a világban, Amerikai Egyesült Államok például, de azt mondani, hogy az egy sokszínű ellenzék, amely képviselni tudná a magyar ellenzéki választóknak a széles tömegét, ez szerintem jobb esetben önáltatás, de inkább az embereknek a naívnak nézése, hogy ilyen csúnyább megnevezést ne használjak. Világosan, vagy tehát tudomásul kell venni, nagyon-nagyon, tehát több százezer ember van, akit most egyszerűen nem képvisel a mostani ellenzéki pártok. Nincsen Magyarországon igazából ellenzéki jobboldali formátum, vagy nem nagyon van, aki látható. És a polgárosznak ez a küldetés, hogy őket megszólítsa. Tehát ilyen értelemben nekünk az ellenzéki pártokkal nincs dolgunk, adott ügyekben együttműködünk. Az ilyen bizottsági munka is bizonyítja, hogy nekem egy-két személyesen nagyon jó kapcsolatom van több ellenzéki képviselővel.
vannak olyan ügyek, ahol nagyon jól tudunk együttműködni, de az a fajta Magyarország, amit mi szeretnénk, az több ponton, nyilván vannak közös pontok, demokratikus minimum jogállami feltételek, nagyon sok ponton azért más, mint amit a baloldali ellenzéki pártok akarnak. Azt, hogy a Jobbik most mit akar, azt nem igazán tudom, mert nem lehet már megkülönböztetni a pártnak a programját, kommunikációját attól az összellenzéki együttműködéstől, vagy összefogástól, ami most kialakult. Hogyan értékeled egyébként Jakab Péter pártelnökségi munkáját? Hát ezt ne nekem kelljen értékelni, ezt értékeljék a választók. Ugye 11 évig a Jobbik politikai közösségnek a tagja voltam, tehát bármilyen megállapítást nagyon nehezen tudnék úgy megtenni, hogy ne gondolná azt a néző, hogy nem a sértettség beszél belőlem. Úgyhogy bár nincsen túl jó véleményem se Jakab Péter, se Jobbikról, de ezt azért így megtartanám magamnak. Igen, tehát a fő probléma tényleg az, hogy beszélünk Jobbikról, meg LMP-ről, párbeszédről, de én ugye napi szinten ugye részt veszek a parlamenti munkában, bizottsági munkában, már én magam sem tudom megkülönböztetni a különböző pártoknak a különböző programjait, hát még egy átlag választópolgár, aki nyilván nem az egész életét, napját reggeltől estig politikával tölti. Világosan kialakult, hogy van egy ellenzéki együttműködés, ennek a gravitációs erejét a DK és a Momentum adja, mint a két felfutóban lévő ellenzéki párt. Egyébként a Momentum meg a DK között sem látok túl sok különbséget, tehát nyugodtan fúzionálhatna ez a hat párt egy liberális, meg egy baloldali, szociáldemokrata értékeket képviselő pártba, lehetne két nagy párt. Ebből a szempontból, akik azt hozzák fel, hogy minek még egy párt, mert túl sok párt van, igazuk van, mert mondjuk a most hat mostani párt közül nyugodtan elég lenne egy vagy kettő. Olyan párt, vagy olyan formáció, mint a polgári válasz, ilyen viszont nincs, illetve látjuk, hogy például Pálinkás professzor úrék hasonló programmal léptek elő, de azt látjuk, hogy például, vagy Márki-Zay Pétert szokták még úgy említeni, mint aki inkább az ellenzéki választóknak a politikai értelme vett jobb oldalát képviselik, de hát látjuk, hogy mint Pálinkás professzor, mint Márki-Zay Péter, Márki-Zay Péter nagyon határozottan, Pálinkás professzor úrék talán kevésbé, de ők is egyértelműen az ellenzéki intézményesült összefogásban gondolkodnak, előválasztáson akarnak indulni, mindenkit le akarnak beszélni, sőt Márki-Zay Péter múltkor finoman még árulózta is azokat, akik nem mennek be az ellenzéki összefogásba. Mi pedig azt gondoljuk, hogy ez egy nem jó szemlélet, ez egy rossz szemlélet, egy hibás szemlélet, nem csak morális, erkölcsi okokból, hanem választás stratégiai, taktikai szempontokból is. Tudomásul kell venni mindenkinek, a legelkötelezettebb ellenzéki szavazóknak is, hogy a mostani ellenzék nem tudja képviselni és megszólítani az ellenzéki szavazókat. Ha a polgári válasz része lenne bármilyen ilyen szinten intézményesült ellenzéki együttműködésnek a mostani politikusokkal, a mostani pártokkal, akkor azt a hitelességét veszíteni el, vagy esne egy nagy sorba, ami most a mi fő felhajtó erőnket adja, és a hozzánk forduló, a nálunk jelentkező aktivisták, érdeklődő képviselők pont ezért keresnek meg minket, mert vágynak végre valami másra, ami megkülönbözteti magát a mindattól, ami most kialakult a NER meg az U1G pártok körül. És ez szerint egy olyan érték, amelyet én védeni szeretnék, és őrizni szeretnék, és építeni szeretnék a jövőben. Az a célunk, hogy 2022-ben a polgári válasz mögött akkora választói támogatás legyen, hogy ez parlamenti képviseletet érjem, és szerintem erre reális esély van, hogy ez megképződjön. És a következő bő egy évet ennek a célnak szenteljük, és az lesz a célunk, hogy az országban mind a 106 választókerületben megtaláljuk azokat az alkalmas és hiteles jelölteket, akik fel tudnak lépni a változás igényével, a Polgári Magyarország programjával, és abban bízunk, hogy ennek nem csak a képviselő oldalról, hanem választói oldalról is lesz támogatottsága. Még egy mondat csak gyorsan végére. Persze, hogy a közvéleménykutatásoknak ki melyiket hiszi el, meg mit hiszel belőle, az egyéni szimpátia kérdése is, de bármelyik intézetnek bármelyik kutatását megnézzük az elmúlt fél egy évből, mindenhol kimagasló azon érték, azon szavazóknak az aránya, még Momentum Jobbik LMP szimpatizásoknak is, akik azt mondják, hogy támogatják az adott pártjukat, de már egy ilyen szinten intézményesült, közös listán induló ellenzéknek már nem lennének. Nem csak a jó szívvel, semmilyen formában támogatói, már pedig ezek az emberek menni fognak, valahova szavazni fognak, és szerintem az ellenzéknek is van a felelőssége abban, hogy ezek ne otthon maradó emberek, és ne Fidesz, vagy valamilyen Fidesz szatellitpártot támogató emberek legyenek. Ha már említetted a Momentumot,
Ők ugye most jelentették be, hogy a miniszterelnök jelöltjük Fekete Győr András lesz. Erről mit gondolsz, illetve arról, hogy ők 3 éve tisztán kommunikálták, hogy ők nem szeretnének Gyurcsány Ferenccel szövetkezni és a pártjával. Most mégis ez megtörtént. Mi erről a véleményed? Hát sokan kommunikálták, igen. A Jobbik is, a Momentum is, meg az LMP is, ugye a 3 nagy rendszerkritikus párt ezzel az igénnyel lépett fel. Nyilvánvalóan a Momentumban ezt mérlegelték, hogy egy ilyen szintű együttműködéssel ők mit nyernek és mit vesztenek. Hogy Fekete Győr András alkalmas miniszterelnöke lenne az országnak, azt én megítélni nem tudom. A kommenteket olvasva, hogy a legtöbben ugye a fiatalkorát vagy a tapasztalatlanságát hozták fel. Ez persze lehet érdekes, de sok múlik azon, hogy ki milyen csapattal indul, milyen stábbal indul, milyen emberekkel veszi körbe magát. Nekem egyébként a Fekete Győr Andrásnak nem a Momentum politikája, hanem az ő személye egyébként, amit ő képvisel, nekem az egyébként több ponton szimpatikus, de azt látni kell, hogy azért az általa vezetett politikai közösség, a Momentum, pontosan azért, mert ugye azzal az igényen lépett fel, vagy azzal a programmal, hogy nemet mondanak az elmúlt 20x évre. Politikai választási együttműködés és közös kormányzásra lépni olyan politikai kulcsszereplőkkel, akik láttuk, hogy 2010 előtt hogy kormányoztak, és sajnos erre nem mentség az, hogy 2010 óta mi volt ebbe az országba. Erre megint azt tudom mondani, hogy vagy naivitás, vagy pedig aktuál politikai érdekek mentén történő döntés. Szerintem én nem tudok sem Momentum nevén nyilatkozni, most már a Jobbik, meg az LMP nevében sem. Szerintem hosszú távon ezek a pártok jobban tették volna, vagy hogyha meg tudták volna őrizni a saját arcélüket, és a saját önnőjogon, nem azért, mert választási taktikai szövetséget kell kötni más pártok, önnőjogon, ön a saját táborban, szerintem egy ilyen harmadik pólus, vagy 21. századi pártok, hogy ezt régen hívták magukat, tudta volna dominálni az ellenzék együttműködést, most nem ezt látjuk sajnos. Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyesek szerint Gyurcsány és Orbán karaktere nem létezik a másik nélkül, és hogy a magyar közbeszédben mindenkit beskatujáznak, és a Centrumról senki nem beszél. Általánosságában hogyan értékeled ezt a magyar politikai kultúrát és az ország felosztottságát? Miért kell mindenkit beskatujázni? Miért van ez? Ugye az, hogy a Fidesz állandóan gyurcsányozzon, és összegyurcsányoz az ellenzéket, ez nyilván a Fidesznek politikai érdeke volt, és én erre még egy 2-3 évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy ez demagógia, meg nem az igazság. Sajnos ugye főleg az EP választás óta ez gyakorlatilag végbe ment ez a folyamat, tehát most már nem retorikai túlzás, és nem demagógia azt mondani, hogy valóban ennek az ellenzéknek a mostani állapotában Gyurcsány Ferenc a vezető alakja. Nem csak azért a Fidesz ezt mondja, hanem látjuk, hogy az erőforrások, a társadalmi beágyazottság, a média, meg minden kapcsán ugye a Gyurcsány Ferenc akarata érvényesül. Hogy miért van az, hogy a Centrum vonalat képviselőkről nem beszélnek annyit, ha nincsenek a köztudatban, az egy érdekes kérdés. Azért azt látni kell, hogy itt miközben két nagy erőcsoport, Gyurcsány Ferenc meg Orbán Viktor körül csoportosuló erő fog összecsapni 22-ben, azért a Centrum politizásnak nem csak nagyon nagy történelmi hagyományai vannak Magyarországon, hanem jelen pillanatban is nagyon sokan dolgoznak ezen a térfélen. A volt politikusok közül ugye Vona Gábort és Siffer Andrást lehet említeni, akik ezt a vonalat képviselik, de akár említhetném ugye Puzsér Róbertet, vagy például a Lányi András vezette Karácsony Gábor kört, a Sétáló Budapest aktivistáit, tehát a civil vonalon nagyon nagy bázisa van ennek a gondolatnak, és egyébként a politikai alternatíva pedig éppen most képződik meg ugye a polgári válasz formájában. Szerintem történelmi szükségszerűség pont amiatt, amit beszéltünk az előzőekben, hogy ennek lesz nagy társadalmi felhajtó ereje. Nyilván most mindenki egy felfokozott várakozásban van, és a társadalomnak a széles tömegei azt várják az ellenzéki együttműködést, hogy na majd ez lesz majd a csodafegyver. Hát ezt még nem próbáltuk, akkor próbáljuk ki ezt, és de hát látjuk azt egyébként, hogy és nem vagyok ellendrukker, ellenzéki győzelemben és sikerben vagyok érdekelt én magam is, de látjuk azt, hogy hova vezetett az ellenzéki összefogás, mondjuk a borsodi időközi választáson, ahol 2014-ben volt 50
25%-nyi ellenzéki szavazó külön pártokba, összefogva meg lehet a 45%-nyi ellenzéki szavazó, tehát sikerült. És most lehet vitatkozni a jelöltnek, az mennyire volt alkalmas a jelölt, meg hogy a Fidesz milyen urambátyám világot épített vidéken, de hát sajnos ez a realitás. Tehát a borsodi időközi választáshoz képest se a Fidesz nem működik demokratikusabban, se kevesebb választási csalás nem lesz, se alkalmasabb jelöltjei nem fognak a föld alól kibukkanni a mostani ellenzéki pártoknak. Tehát minden valószínűség szerint ez a forgatókönyv lesz, ami sajnos azt mutatja, hogy az összefogott ellenzék nem hogy erősebb lenne összefogva közös is, hanem pont, hogy gyengébb, hiszen pont ugye azt az erejét veszti, hogy több embert, több választói réteget meg tud szólítani. Ebből a szempontból én, ha a mostani formában, ha mostani egyesült ellenzéknek egyedül kell harmadik utas ellenzék nélkül szembeszállni a Fidesszel, akkor szerintem nagyon nagy kudarc és kiábrándulás és népharag lesz 2022-ben, amelynek az ódiumát majd el kell, meg a negatív következményt el kell viselni, majd azoknak a pártoknak, azoknak a hangadóknak, nem csak a politikában, hanem a médiában is, mert látjuk, a sajtóban is nagy hangadói vannak, inkvizítorai vannak az összefogás mantrának, akik belekergetik, beletolják az összefogás hisztibe az embereket, amikor számot kell majd adni, hogyha ha azt lesz az eredmény, hogy ez mégsem működik, mert ezt majd látni fogjuk. Szerintem nagyon nagy felelőtlenség azt elhitetni az emberekkel, hogy megtaláltuk a csodafegyvert az összefogásban. A sikerkulcsa nem az összefogásban, a sikerkulcsa abban áll, hogy, amit mondtam, átélhető víziót adni az embereknek, hiteles képviselőket és érdemi politikai munkát, ami baromi nehéz egyébként. Ez sokkal nehezebb egyébként, mint mantrázni az összefogást. Ez érdemi politikai munkát igényel, amire valljuk meg, őszintén nagyon sok ellenzéki képviselő nem alkalmas, vagy nem képes, vagy nincs szándékában elvégezni. Van nagyon sokan, akik igen, nagyon sok pozitív példát is tudnék mondani, de sajnos egyszerűbb bemesélnie maguknak, meg elhitetni az embereknek, hogy az összefogás a győzelem kulcsa. Mit számot vetni azzal, mert ez is nagy bátorság kéne, hogy kedves választópolgárok, az az igazság, hogy fogalmunk sincs, hogy hogy lehet megdönteni ezt az Orbánra. Mert megkapom is a kérdésként, hogy na, de akkor rendben van, de akkor mondják, hogy lehet megdönteni az Orbán rendszert 2022-ben. A jelenlegi erőforrásokat és a viszonyokat tekintve erre a kérdésre a bölcsek köve senkinek nincs ott a zsebében. Senki nem tudott, hát akik azt mondják, hogy összefogással lehet, azoknak se. Én azt tudom, hogy mi a hosszú távú megoldás ez, de hogy mikor jön az a politikai pillanat, amikor a Fidesz meg lehet roppantani a Fidesz átarulat nemzeti együttműködés rendszerének csúfolt rendszert, azt, ha őszinték akarunk magunkkal lenni, akkor ennek 2022-ig belérhető idő belül, ha csak nincsen politikai földindulás és beszakadás, ami persze előfordulhat, és ebben bízunk, mindenki ebbe bízik, hogy ez eljön, ha nem lesz politikai földindulás, ez az ellenzék mostani állapotában teljes összefogással nem fogja tudni megcsinálni ezt most. Tehát garantálni tudom. Mindent egybevéve, szerinted most ezeket a körülményeket figyelembe véve nincsen esély a kormányváltásra? Távolabb vagyok a kormányváltástól, hogy 2017-ben voltunk 4 éve, ez sajnos azt kell, hogy mondjam. De ez nem jelenti azt, ez nem menti fel a felelősség alól a képviselőket, se engem, se másokat, hogy akkor ebbe így hátra kéne dőlni, és akkor ezt így elengedni, vagy beletörődni, nem. Nagyon-nagyon komoly politikai munkát kell beletenni mindenkinek, hogy ez ne így legyen. De a politikai munka az nem abból áll, hogy krumplit lóbálok, meg táblát lógatok be, hanem abból, hogy életképes, normális, értékelhető javaslatokkal állok elő törvényhozási szinten, aktív választókerületi munkát végzek, tehát felszálltam a saját körzetemet, látható vagyok, elérhető vagyok az embereknek. Ugye mindig erről beszél az ellenzék, hogy el kell menni vidékre, meg ez is borsozik a hátam, amikor a fején, ez a le kell menni vidékre, és ott elmondani. Nem kell lemenni az emberekhez vidékre, elmondani a tutit, hanem ott kell élni az emberek között, minden Budapesten is, meg a vidéken is. Láthatóvá kell lenni, értékelhető politikai munkát kell végezni, jól kell gazdálkodni a sokkal-sokkal szűkösebb erőforrásokkal pénzben, médiában, és ez az a munka, ami egyébként megköszöni magát. És láttuk, hogy Dunaújvárosban megköszönte magát,
Pintér Tamás esetében láttuk, hogy Szegeden kifizetődött, illetve eredményre vezetett Botka László esetében, tehát léteznek munkák, de hát hogyha megnézzük, ezek az emberek azért nem lényegesen több politikai munkát végeztek, mint hogy hetente egyszer bementek a parlamentbe diktátorozni. Tehát ezt kéne elfelejteni, meg elmondták az ATV-ben, hogy összefogással lehet kormányt váltani. Ezt kéne elfelejteni, és most nem... Most kicsit úgy tűnik, hogy nem akarok észt osztani, meg tanácsot osztani senkinek. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy én erre törekszem a saját képviselői munkámban, és ha aki megnézi a képviselői munkámat, a parlamentnek a honlapját, vagy a Facebook oldalmat, akkor el tudja dönteni, hogy szerint ez megfelelő minőségű képviselői munka, vagy sem. Én erre törekszem, és azt gondolom, hogy ez a helyes út. Nagyon sok sikert kívánunk neked és a polgári válasznak is a politikai munkához, és köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szívesen jövök bármikor máskor.